A VPN enkriptálja az adataidat. And your data is encrypted, making it much safer. Oh, doing things and also stuff. We're talking double data encryption. A VPN megvédi az adataidat a reptéri wifin. If you want to log into your bank or brokerage account from a coffee shop or an airport lounge. A VPN elrejt az internet szolgáltató árvus tekintete elől. And that is where NordVPN comes in, because not only do they hide your internet traffic from your service provider. VPN-nel megnézheted a kedvenc geoblokkolt sorozataidat Netflixen. Or if other countries have streaming shows that you want, you can just log into the streaming service. Ja, ez mind így van, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Természetesen nem. Nem hazudnak, csak az van, hogy nem mondanak el mindent. Jó, mondjuk, akik hirdetik a YouTube-on, hogy a VPN milyen klassz, és mennyi mindent meg lehet vele csinálni, hogy elrejt minket, és mennyire biztonságos, azok jobbára nem tudják, hogy miről beszélnek, elolvassák a sajtóanyagokat, és ennyi. Nem mondjuk, nem is dolguk. It's also been recommended by tech experts at PC Mag and CNET and by me. I'm not technically a tech expert, but I use it. Na most az van, hogyha eddig azt gondoltad, mert a reklámokban legalábbis erre utalnak, hogy elrejt a VPN az NSA jelöl, senki nem tud téged követni, nem látják, hogy milyen oldalakat nézel és kikkel csatálsz, hát az a rossz hírem, hogy de. Szóval pontosan ki lát és mit lát? Induljunk egy kicsit hátrábbra, hogy megértsük ezt az egész témakört. Tegyük fel először, hogy nem használjuk a VPN, csak úgy szörfözünk az interneten. A legtöbb valamire való weboldal az manapság már HTTPS-t használ. A böngészőben látod a kis lakatot, a kis zöld lakatot jobbára, lehet szürke is, akkor az azt jelenti, hogy védve vagy. Hogyha piros és nyitva van, akkor nem HTTPS-en kommunikál ez a weboldal. Tehát például a bankod, az teljesen biztos, hogy HTTPS-t használ. Az alternatíva, ugye amikor nincsen bezárva a lakat, az a HTTP lenne. De mi a különbség? Nyilván az S, tehát egy secure, vagyis biztonságos HTTP. HTTP secure. Na de hogy kell ezt elképzelni, hogy biztonságos? Nagyon egyszerű. Képzeld el, hogy sétálgatsz egy plázában, semmi extra, vásárolgatsz nézelőt. Na most az nem valószínű, hogy fényes nappal a plázában valaki ki fog zsebelni. Megtörténhet, de nem valószínű. Mindez miért valószínűtlen? Azért valószínűtlen, mert egyrészt nem mindenki rossz indulatú körülötted, másrészt meg még, hogyha rossz indulatú is lenne, és el akarnál lopni az adataidat, a bankkártyádat, bármit, ez nem egyszerű. Hát nem tud csak úgy oda menni és elvenni, úgy, hogy ne vedd észre. Ez skilleket igényel, nehéz, relatív nehéz legalábbis. Hogy mihez képes relatív? Képzeljünk el egy olyan világot, ugyanúgy mész a plázában, ebben a világban mindenki folyamatosan mondja, hogy mit csinál. Sétál, akkor azt mondja, hogy sétálok. Beüti az ATM-be a PIN-kódját, akkor kimondja a PIN-kódját. Hogyha csetál valakivel, akkor állandóan mondja, hogy mit ír. Bejelentkezik valahova, mondja a bejelentkezési jelszót, mindent. Ebben az elképzelt világban is valószínűtlen, hogy valaki el akarja, tehát több rossz indulatú ember nem lesz csak attól, hogy mindenki mondja, narrálja az életét, mondja, hogy mit csinál. Viszont, hogyha valaki el akarja lopni, akkor neki sokkal egyszerűbb dolga van, mert elég csak a kávézóban melléd ülnie, és ugye nagy a zaj, mert mindenki mondja, amit éppen csinál, de hogyha eléggé odafigyel, akkor hallhatja, hogy mi a felhasználó neved, mi a jelszavad, melyik weboldalon jársz, éppen mit csinálsz. Ugye ez sokkal egyszerűbb. Nem igényel skillt, tehát ehhez képest relatív egyszerű. Na és pontosan ugyanez a helyzet a HTTP-vel és a HTTPS-sel. A HTTP az a világ, amiben mindenki mondja azt, amit csinál. HTTPS pedig az, amikor csönd van. Ugyanis a HTTPS a TCP per IP protokollnak a legmagasabb, az application layerében titkosítja az összes adatot, amit küld a szervernek, vagy amit a szervert küld visszafele. HTTPS kommunikáció minden titkosítva van az application layerben, és ehhez egy shared secretet használ. A shared secretet két kulcsos titkosítással állítják elő. A két kulcsos titkosítás lényege pedig, hogy van egy publikus kulcs, amit mindenki ismerhet. Ezzel a publikus kulcssal lehet titkosítani az üzeneteket, viszont a titkosítást feloldani az csak a privát kulcssal lehet, amit csak akinek küldöd az üzenetet, az ismer. Ezért privát. Ez azt jelenti, hogy a szerver az a kliensnek a publikus kulcsával titkosít, és azt csak a kliens tudja elolvasni a saját privát kulcsával. A kliens, vagyis te, a böngésző, az pedig
A szervernek a publikus kulcsát használja ahhoz, hogy elküldjön egy titkosított üzenetet, amit csak a szerver tud a saját privát kulcsával kinyitni. Ugyanez önmagában is egy megfelelően biztonságos enkriptálás, titkosítás, viszont túlzottan költséges, úgyhogy ezt használja a szerver és a kliens arra, hogy előállítsanak egy shared secretet, amit csak ők ketten ismernek. A későbbiekben ezzel a shared secrettel folyik a titkosítás, tehát csak egy kulccsal. A HTTPS a TLS standardet használja a titkosításhoz, a TLS pedig definiálja, hogy milyen szabványcsaládokat használunk egyszerre együtt, tehát szabványcsaládokat definiál, amiket használhatunk a titkosításhoz, és ezeket hívjuk Cypher Soup-nak. Ebből több is van, a standard definiálja, hogy mik használhatóak együtt. És ezek a kommunikáció során ezeket is kicserélik, hogy ki milyen Cypher Soup-tal van képben, mit lehet használni, melyik szabványverzió az, amire képes a kliens és a szerver. Erre a Cypher Soup-ra egy példa a TLS 1.3, tehát a legújabb szabványból, a TLS AES 256 GCMSH 384. Ugye csak úgy legördül az embernek a nyelvéről. Na de most, hogy már mindent tudunk arról, hogy hogyan titkosítja a HTTPS az üzeneteinket, nézzük meg, hogy ez hogyan épül be minden napi életünkbe. A jó hír az, hogy a legtöbb szerver és böngésző technológia, szoftvercsomag az már 2018 óta támogatja ezt a TLS 1.3-at, tehát a legújabb verzióját ennek a standardnek, és az ebben található Cypher Soup-okat. Szóval az első felvetésre a válasz, hogy nem. A gonosz hackerek és az internet szolgáltató az még a reptéri wifin se látja az adataidat, nem látja, hogy kivel beszélsz, nem látja, hogy mi a jelszavad, mennyi van a bankszámládon, ezeket egyáltalán nem látja. Titkosítva van, és egy elég erős titkosításra van titkosítva, legalábbis jó esetben. Your internet service provider has access to all of that data. They can see exactly what you are up to. And that is where NordVPN comes in. Itt is ugye attól függ, hogy melyik Cypher Soup-ot használják, lehet egy kicsi különbség, de mindegyik azért a tudomány jelenlegi állása szerint biztonságos. Biztonságos? Ha figyeltetek az elején, akkor tudhatjátok, hogy hazudtam. Dekriptálni ugyan nagyon nehéz a HTTPS üzeneteket, de a hackerek ügyesek, ugye, ezért hackerek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy kikerüljék a HTTPS-t, ne kelljen dekriptálniuk egyáltalán, például a HTTPS strippinggel, de ezen felül sajnos még az se igaz, hogy az internet szolgáltató nem lát dolgokat, mert ő is lát dolgokat. Ugyan az adatok azok enkriptálva vannak, tehát itt nem hazudtam, viszont az IP címed és a szervernek az IP címe az nincs. Ugye application layerben történik az enkriptálás. Az IP címből pedig többnyire valamilyen biztonsággal vissza lehet azt, egyrészt lehet követni téged, hogy te mit csinálsz, másrészt pedig lehet követni azt, hogy vagy hozzád kötni, hogy te milyen oldalakat látogattál ugye az IP-ből, hogyha ilyen reverse DNS-sel megkeresik azt, hogy akkor az melyik weblaphoz tartozó IP cím. Sőt, a helyzet annyira rossz volt, nem is annyira régen még, hogy egészen a 20-as évekig a DNS kérések, tehát amikor a böngésződ megkérdezte, hogy a facebook.com-hoz milyen IP cím tartozik, hogy tudjon vele kommunikálni, ugye mert nem úgy kommunikálunk az interneten, nézzétek meg az IP-ről szóló videómat, nem úgy kommunikálunk az interneten, hogy facebook.com és akkor megy oda a kérés domain név alapján, hanem IP címekkel kommunikálunk, ez kell egy IP címre fordítás, ezt végzi a DNS, és a DNS kérések azok enkriptálatlanul mentek, tehát pontosan mindenki látta. Egy pillanatra átlépünk a narráló világba, amikor a DNS kérést intézzük, és ezt bárki nyugodtan elolvashatta, tehát az, hogyha valaki hallgatózott, hacker, ISP, bárki, akkor azt a 20-as évekig nyugodtan meg tudta állapítani, hogy te éppen hol vagy, mit nézel. Szóval a HTTPS ugyan enkriptál, és biztonságosan enkriptál, de azért vannak problémák. Főleg, hogyha a privacy az, amit nagyon féltesz. De akkor térjünk át a VPN-re. A VPN, ahogy mi használjuk, az egy tunnel, egy alagút közöttünk és a szerver között, amit meg akarunk látogatni. A tunnel az annyit jelent, hogy fogja a VPN és becsomagolja az egész csomagunkat, húz köré még egy matyóska jelleggel egy még nagyobb csomagot,
az IP címet is, mert ez egy alsóbb rétegben történik mindenképp, nem az application layerben, és ezt elküldi az egyik VPN szervernek. A VPN szerver ezt kicsomagolja, becsomagolás kicsomagolás alatt azt értem, hogy titkosítja és dekriptálja, kicsomagolja, és tovább küldi az eredeti csomagot, ugye az eredeti szervernek, ahova szántuk a kérést. Tehát egyen már azért bejebb vagyunk, mert itt minden kérés a VPN-en keresztül megy, tehát a DNS is. Na de akkor most már tényleg kijelenthetjük, hogy a VPN az mindent megoldott. Not so much. Például magát azt a tényt, hogy VPN-t használsz, azt elárulhatja, hogy jellegzetesen nem stream adatforgalom, mint például egy webes böngészés, zajlik UDP protokollon, ami meg jellemzően streamre van használva. Sok VPN szolgáltató ugyanis pontosan ezt csinálja, UDP csomagba csomagolja a TCP, a webes TCP üzeneteket, amiket a webböngészéshez használnánk amúgy. Ha pedig a szolgáltató tudja, hogy VPN-t használsz, akkor hát rá lehet keresni a neten, hogy milyen eszközökhöz folyamodhat. Szólnak hírek a kommunikáció megszakításról, a sebesség direkt csökkentéséről és hasonlók. Szerencsére azért ezek sporadikus esetek. Egy 2018-as cikk szerint azonban kisebb szolgáltatóknál előfordult, hogy a DNS kérések azok egyáltalán nem VPN-en mentek. Sőt, azt is megállapították, hogy volt olyan, hogy a teljes IPv6 forgalom az nem VPN-en keresztül zajlott. Ezekről persze a felhasználó nem tudott semmit. Ami pedig még a nagyobb VPN szolgáltatóknál is gondot tudott okozni, ez szerint a cikk szerint, az a tunnel failure. És itt jön be a képbe az ISP, az internet szolgáltató, hogyha bármilyen okból valamiért megneszeli, hogy VPN-t használsz, és bele akar mégiscsak kukucskálni az üzenetbe, ugye hát mondjuk megnézni, hogy milyen IP címekkel kommunikálsz, akkor elég a tunnelt tönkretenniük, amire minden eszközük meg is van, és már zajlik is tovább a kommunikáció alagútmentesen, tehát mint hogyha nem is VPN-t használnál. Mint mondtam, ez nagyobb VPN szolgáltatóknál is gondot okozott ekkoriban még. Gondolok itt a Tunnelbear-re, NordVPN-re, ExpressVPN-re. Viszont az ilyen nagy szolgáltatóknál jellemzően van olyan funkció, hogy kill switch. A kill switch az vagy lelövi a kommunikációt, vagy lelő konkrét appokat, ez függ attól, hogy melyik szolgáltató hogy implementálta. És a legtöbb esetben a kill switch az defaultból alapértelmezetten ki volt kapcsolva. Oké, szóval megy a kill switch, minden adatunk nem application layerben titkosítva van. Most már aztán tényleg hátradőlhetünk, ugye? Na ismét, hogyha eddig figyeltél, akkor sejtheted, hogy azért még nem. Nem beszéltünk ugyanis még arról, hogy pontosan a VPN szolgáltatók, ugye a HTTPS-ről már volt szó, na de a VPN szolgáltatók, azok hogyan titkosítanak? Nézzük meg két nagy szolgáltató példáján keresztül, mert ezek egészen jól dokumentálva vannak az interneten is. A kiindulási alapunk az legyen az, hogy a legtöbb és főleg a kisebb szolgáltatók egyébként, de a legtöbb szolgáltató az OpenVPN-t használ, ami egy open source VPN library. Az OpenVPN az pedig OpenSSH-t használ, OpenSSH, és TLS-t, itt is felbukkan a TLS szabvány a titkosításhoz, és tud kommunikálni TCP-n is, és UDP-n is, ezt tudja az OpenVPN igény szerint nyújtani. Nézzük először a NordVPN-t. A NordVPN az többféle VPN technológiát is támogat. Defaultból nyilvánvalóan a sajátjukat, a NordLinks-et használja. A NordLinks az egy open source library épül, ez a WireGuard. A WireGuard az pedig egy OpenVPN egy gyorsabb, és a kisebb konfigurálhatósága miatt elvileg megbízhatóbb, legalábbis nagyon sok helyen hangsúlyozzák ezt, hogy fele, negyed akkora a kód csak, mint az OpenVPN-nek, és ez nagyon szuper valamiért. Ebből fakad, hogy kizárólag UDP-t támogat, kizárólag a harmadik layerben működik, a TCP per IP modell harmadik layerében, ami az internet layer, és kizárólag csacsa 20 titkosítást használnak. Ez valóban kevesebb mozgásteret enged, viszont a jó hír, hogy ettől még szerencsére az encryption a csacsa 20, ez nagyon biztonságosnak tekintett titkosítás,
és ez konkrétan az egyetlen nem AES alapú titkosítás, ami része egy TLS 1.3-as szabvány szerinti CipherSuite-nak. Hátránya a Nordlinksnek, mint ahogy mondtam, csak UDP-t támogat, tehát nem tud váltogatni TCP és UDP között. Így a timestampek alapján, aki hallgatózik, annak kiderülhet, hogy ez egy VPN, ahogy az előbbiekben is ezt elmondtam az UDP-ről. Na oké, de egyébként az egész jó. Nézzünk meg most az ExpressVPN-t. Itt is defaultból a saját Lightway nevű megoldás az, amit használnak, de van opció másra váltani. Ők is nagyon nagyra vannak valamiért azzal, hogy nagyon kicsike a forráskód, még a WireGuard-nál is kisebb, és ők open source-et tették az egészet. Titkosításhoz defaultból a TLS 1.3, AES 256, GCM, SHA 384 fantázia névű CipherSuite-ot használják, ami, mint azt gondolom rémlik, a TLS 1.3 szabványnak megfelelő AES 256 titkosítást használja, pontosan azt, amiről szó volt a HTTPS-nél is, ez elég jó. De itt jön vissza, hogy pont a HTTPS-nél is annyira titkosítva vannak az adataid, mint itt ezen a VPN-en. Nyilván van site, ami még mindig TLS 1.2-t használ, vagy a TLS 1.3-at használja, de nem egy 256 bites kulcsa, hanem egy 128 bites kulcsa, mivel az 5 darab CipherSuite, amit az TLS 1.3 támogat, abból 3 128 bites kulcsot használ, de azért azok is jók. Na de vissza az Expresshez. Itt szerencsére van a konfigurációnak is hagyva egy kis hely, mivel nem csak ezt az AES 256-ost támogatják, hanem a Csacsa 20-at is, pont mint a NordVPN. Ha ez mind valamiért nem megfelelő, nem lightweight akarsz használni, akkor itt is van lehetőség az OpenVPN használatára természetesen. Na de akkor most már tényleg kijelenthetjük, hogy ha megfelelően meg vannak nézve, hogy mik a beállításai, akkor aztán tényleg biztonságban vannak az adataink, ráadásul duplán VPN-nel is és HTTPS-sel is enkriptálva, védve van minden. Valamelyest. Ugye? Hát azért felszoktak merülni még aggályok. Az oké, okay, hogy most már az ISP, állami szervek, NSA, hackerek, többi rendkívül fenyegető veszélyes elem, az ki van szűrve, védve vagyunk ellenük, mondjuk. De a VPN szolgáltató az még mindig eladhatja az adatainkat, vagy a maga reklámjait injektálhatja a szerver válaszokba, az elküldött oldalakba. Ez persze mind lehetséges, viszont szerencsére az ezzel is foglalkozó kutatások megállapították, hogy legalábbis desktopon, és legalábbis a legközismertebb 50 VPN szolgáltató az nem csinál ilyeneket. Sajnos megvizsgálva viszont a mobilos VPN appokat, azt találták, hogy voltak komoly visszaélések. JavaScript, header injection, data logging, igazából amit csak akarsz. Mind a fenti felsoroltak. Akit jobban érdekel a dolog, természetesen linkek a leírásban. Reméljük, hogy napról napra kevesebb ilyen van azért. Szóval röviden összefoglalva az elhangzottakat. A HTTPS az megbízhatóan titkosít, a VPN bizonyos esetekben kicsit jobban. A privacy a kérdés, akkor annyi a különbség, hogy nem az internet szolgáltatóban bízol meg, hanem a VPN szolgáltatóban bízol meg, hogy eladja az adataid. A geolokáció maszkolása, na arra tökéletes a VPN, ennek is vannak természetesen limitációi, de szintén egy kutatás szerint a vizsgált VPN szolgáltatók 90% az tényleg rendelkezik szerverrel ott, ahol mondja, tehát ráklikkelsz, hogy argentin, akkor ott lesz egy argentin szerver, és azon keresztül mennek, mely a kommunikáció, látod az argentin Netflixet, és minden csodás. Remélem hallottatok pár érdekességet ebben a videóban is. Ne felejtsetek el feliratkozni, és megnyomni a kis harangot, hiszen új videó minden héten. Sziasztok!